a 60-i csata emléknapja. Sajátos izgalmakat rejt egy ilyen különleges bemutató a nézőknek, pláne az ebben szereplőknek. Az a pillanat, amikor egy csatában katarzis van, amikor a lovak vágtatnak, szólnak a fegyverek, hát az egy leírhatatlan érzés. A kiemelt nemzeti értékként kezelt tavaszi emlékhadjárat első állomása szokott lenni e látványos csata bemutató. Ezt követően pedig az emlékhadjárat vonalát követve számos helyszínen elevenítik fel a katonai hagyományőrzők az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat történelmi emlékét. A pandémia sikeresen erodálta az egyes alakulatok kohézióját, így a Covid-járvány után eljött az idő, hogy az új hagyományőrző nemzedéket is igazi közösséggé kovácsolják, főként az emlékhadjárat élményein keresztül, mondta el stúdiónkban Fülöp Tibor Zoltán, a tavaszi emlékhadjárat rendezvényigazgatója, a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség megszervezője. Ezért terveztük azt el, hogy egy olyan közösséget, úgymond tavaszi hadjárat hagyományozó hadseregét építjük föl, amelyiknek köze van a tavaszi emlékhadjáratokhoz, helyben alakuljanak meg csapatok, ez volt az elképzelés, és ez ma is az elképzelés, és így nem lesz létszám problémánk. Ennek pont a járság lehet az alapja, ahol olyan személyiségek szervezik a közösségeket, mint a katonai hagyományőrzés egyik jársági tartóoszlopa, a legutóbb a jászkunság hagyományőrzésért díjjal kitüntetett Borbás Ferenc emeritus jászkun főkapitány. Azonban talán egy kicsit a hagyományőrzők száma megkapott az utóbbi időben, és szeretnénk most ezt kicsit megváltoztatni, ezért indítottunk egy kampányt, ami először a honvédoknak a megsokszorozására irányul. Ez azt jelenti, hogy a szervezők célja minden településen olyan gyalogos csoportokat alapítani, akik a fentebb említett célokon túl hobbiukkal hozzá tudnak járulni a települési ünnepek jobb megéléséhez. Egy ilyen eseményen, például egy március 15-én, amikor felöltözött hagyományőrzők ott vannak, az ottani részvevők is teljesen másképp tudják megélni azt a március 15-ét. Ez olyan, mint mikor kiáll egy versmondó, és tényleg olyan módon tudja belelkesíteni a közönséget. Ha mondhatnánk, hogy ezek a honvédek egy hasonló dolgot visznek véghez. A toborzó munka elindult, melynek gyakorlatilag és szimbolikusan is a jársága központja. Innen minden jó kisugározhat a jászságból, tehát a jászdózsai csapat kitűnő, a jászlovas egyesület kitűnő, a jász népi kultúra kitűnő, tehát itt vannak dolgok, amiket érdemes felmutatni. Felmutatni és ösztönző példaként ezt körbehordozni az országban az új nemzedék hagyományőreinek igazi közösségi kovácsolása közben. A toborzás térségünkben kezdődik, és ennek mintájára a Tápióságban és Vác térségében folytatódik.